Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 12. rész 15. versét. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem. Pál apostol fájdalmas megnyilatkozását hallgatva, olvasva, eszünkbe juthat a tékozó fiú története, mely mennyei atyánk feltétel nélküli szeretetét mutatja be. Nem támaszt semmilyen feltételt, amikor fiát visszafogadja az atya. Nincsen ha. Ezzel szemben mi keresztények milyen sokféle feltételt tudunk támasztani egymással szemben, pedig a csoda a feltétel nélküli szeretet gyakorlása közben történik, amikor nem a magunk képére akarjuk formálni a másikat, hanem őt magát szeretjük önmagáért, és közben a mi Urunk mind a kettőnket egyre inkább Krisztusivá formálhat. A krisztusi szeretet fontos jellemzője, nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket kereslek. Ez a szeretet aztán képes áldozatot hozni a másikért, ahogy az apostol háromszor is kész elmenni Korintusba. Elképzelhetjük, hogy az akkori közlekedési viszonyok között ez nem kevés áldozathozatalba és fáradtságba került. Igen, mert ez a szeretet kész az áldozathozatalra a másik érdekében, nem várva viszonzást. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, s ha én titeket annyira szeretlek, ti kevésbé szerettek engem? Kérdezi fájdalmasan. A krisztusi szeretet áldozatot hoz, viszonzást nem vár, önmagát is feláldozza a másokért. Magamat is feláldozom a ti lelketekért, írja Pál. Félre ne értsük, nem kell önmagunkat feláldozni a másikért, mert Krisztus már feláldozta önmagát értünk, de az áldozathozatal a mi számunkra is lehetőség. Bizonyára többen is jól ismerjük a szeretet himnuszát, azt a bizonyos 1 Korintus 13-at. Ebből most három jellemvonást szeretnék kiemelni. A krisztusi szeretet mindent eltűr, mindent elfedez, soha el nem múlik. Ehhez képest döbbenetesen alul marad a mi szeretetünk. Alig van, amit eltűrünk a másiknak. Nem, hogy elfedeznénk a másik gyengéjét, hanem direkt keressük ezeket a gyenge pontokat, és támadási felületként használjuk. A szeretetünk azonnal elpárolog, ha a másik nem úgy táncol, ahogy mi fütyülünk. A krisztusi szeretet megvalósításához erő kell, mégpedig mennyei erő. Krisztus ad erőt, bölcsességet, aki kiáll mellettünk, elhordozza terheiket és önmagát adta értünk. A vele való közösségben kapjuk a testvéri szeretet megvalósulásának hallatlan lehetőségét, ami kiáradhat rajtunk keresztül az egyház falain kívül is. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.